azt mondta valaki, hogy idős. Mit mondott valaki? Hogy te begöncél a végig, vagy izére mi. Mit csinál? Szeretettel köszönöm a testvéreket, délután itten tiszteltünk alkalmával, itten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 369. dicséretünknek 4 versét. Felséges Istenünk, mennyi édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálatás szívvel dicsér és magasztal a mi lelkünk ebben a délutáni órában. Megköszönjük te néked minden te jó téteményedet, melyet irántunk gyakoroltál az elmúlt héten. Köszönjük te néked, hogy távol tartottak tőlünk a háborúságot, terrorizmust, Uram. És milyen sokan vannak ebben a világban, akik rettegésben töltik napjaikat és éjszakáikat.
Te a hatalmas és erős Isten vagy. Te meg tudok székezni a gonosz akarod. De tudjuk nagyon jól, hogy te nem mi szerintünk, emberek szerint gondolkodol. Mert megfenyíted azokat, akik ellenszegülnek te néked, Uram. Úgy, hogy megfenyítetted Izrael népét is valahányszor a bálványokhoz fordult. Minket másképpen napjainkban sem, Uram. Hiszen te látod, hogy ez a mai emberiség inkább kezeit csinálmányát imádja, mint téged. Bocsáss meg nekik, Uram, de könyörülj rajtunk, hiszen mi szeretünk téged, és ezért jöttük most össze a te nevedben is. Miért a szabadra figyeljünk. Köszönöm te néked, hogy van még néked is. Félvásárban, Délapárkal van, Uram. Köszönjük, hogy szabadon hirdettetik az evangélium. És köszönöm te néked, mennyire sötel, hogy részesülhetünk a te kegyelmedben és irgalmadban, nem csak vasárnap, hanem a hétköznapjainkban is. Hiszen olvashatjuk, kezünkben van a Szentírás, a te áldott ígérés. Naponként forgathatjuk azt, Uram, hogy tanuljuk meg, hogy mi a te szent és kedves akaratod ebben a világban. Tudom, könyörgök te hozzád ezért a mostani alkalomért is. Tárd meg bennünket is. Tárd meg az ige gyarló szólóját is. És hallgatókat is, Uram, hogy valóban értsessük és kövessük. Elrendelt utadat, minden parancsodat. Uram, világosíts meg a mi elménket. Tégy szenteké és bölcseké. Áld meg bennünket egyen-egyenként. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Kedves testvérek, az a szentség, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található Péter apostolnak első levelében, a harmadik részben, a 8. verstől a 17. versig bezárólag a következőképpen. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonoszszal, vagy egy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvjen el még a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álmosságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jól. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmazni fog titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, fenyegetéseitől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Ellenben Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számodást kér tőletek a bennetek élő reménységről. Ez pedig szelíden és tisztelettudóan jót cselekedve tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák Krisztusban való magatartásodokat, mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Kedves testvérek, Szentírás az egyetlen könyv, amelyben mindenre kapunk utasítást. Egy divatos szóval recepteket, használati utasítást. Minden egyes dologra, nincsen olyan, nem történik olyan dolog ebben a világban, amire ne adnak tanácsot a jövőnk. A hívő ember magatartására nézve. Nincs ilyen dolog. Itt az apostol elmondja, hogy hogyan viseljük magunkat a hitetlenek a fogányok között. Mert aki újjászületett víztől és Szentlélektől, és az Úr Jézus Krisztus tulajdona lett, annak meg kell, hogy változzon az életvitele. Az nem azt teszi, amit akar,
hanem azt, amit jónak lát az Úr. Emlékszek vissza, az én gyermekkoromban, még ott a konyhának a konyhán falán, nem a szoba falán, hiszen ott csak éjszaka tartózkodtunk, mert hatan voltunk egy szobába, aludtunk egy szobába, tehát ott nem igen fértünk volna, de konyhában voltunk kint, és konyhafalán volt egy felirat. Mi szólna hozzá Jézus? Ez az egy mondat volt oda felirat. Több aranymondás is volt, még akkor ilyen fekete alapon aranybetűkkel írva fel, de ez egy felirat, ez kézzel volt felírva, egy papír, egy tiszta lapra. És emlékszek rá, amikor nézeteltérés támadt édesanyám és édesapám között, akkor valamelyik ők mindig felmutatott arra a táblára. Mi szólna hozzá én? És akkor mindjárt eltűnt, elcsendesült a vihar, és akkor mindjárt Jézusra való tekintettel mindjárt békességet. Milyen jó ezt, hogy tudnunk, aki tudja a hívelmét, tudja, hogy azért valaki figyel bennünk. Ahogy énekeljük is, hogy te előled elrejtenünk, semmit nem lehet. Nem csak a cselekedeteinket, vagy szavainkat, hanem még a gondolatainkat se tudjuk elrejteni. Hiszen számon vannak tartva Istennél. Istennek olyan hatalmas nagy Winchestere van, hogy az kísérlet mondani, hogy milyen nagy kapacitással bír. De nagyon sok pendrive-e is van. Amire a szemétre szóló könyvek, úgy mondják, hogy könyvek, amikor azt olvasok az irányból, hogy majd könyvek nyitottak meg mindenkinek, amikor majd elérje tárul, láthatja is, a lelki vetítőn az láthatja majd az elszenvedő, elcselekedő dolgaikat, amiket cselekedett, vagy amiket szólt. Tehát nem lehet, nincs eltakarni valónk Isten előtt, mert ő jól látja minden dolgunkat. És akkor mindjárt azzal kezdik az apostol, hogy mindjárt egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, halálatosak. Mindjárt Jézusnak a tulajdonsága volt. Akkor, amikor itt járt a földön. És mégis el kellett szenvedni a halálos bűnét. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy a hív emberre a napjainkban is más dolgok várnak, mint az, hogy üldözni és gyűlölni fognak Jézus emléket. Miért? Mert nem tűnik el az, hogyha valaki más ebben a világban. Ha valaki nem fut együtt velük, nem azt teszi, amit ők elvárnak tőlük. Emlékszek rá vissza, volt egy eset, a bányában történt, azt hiszem az Egerkehi bányában volt, és hát ott volt a fejtésnél egy hív ember volt. És hát ő akkor, amikor leültek katerkázni, vagy kártyázni, vagy mit tudom én, a többiek, ő akkor is fogta a seprőt, takarított, vagy a lapátot, és felváltja a szalagra a szenet, nem ült be velük, nem csinálta azt a dolgot. És hát, ugye, azt gondolták, hogy ez az ember spicni. Azért nem ül le, mert hát majd beárulja őket. Kiutálták maguk közül, és addig jártak a vájának, a fővájának a nyakára, még el nem tették onnan tőlük. Igen, láthatjuk testvérek, hogyha valaki más, akkor nem igen örvendhet a mások tetszésének, hogyha megpróbálunk úgy élni, ahogyan ezt elvárja tőlünk Krisztus. Nem igen. Na de hát az üzleti világban egészen másképpen van. Most már úgy néz ki a helyzet napjainkban, hogy ez a kapitalizmus sokkal vadabb, mint az előzőek voltak. Itt most már az emberrel azt csinálnak, amit akarnak. Ott is meg lehet állni a hív embernek a helyén.
Igen. De csak akkor, hogyha vállalja a következményeket is. Ha vállalja azt, hogy esetleg kiutálják, vagy esetleg elbocsátják amiatt. De jó cselekedve szenvedni, ezt olvastam az utolsó mondatban is, igaz? Jó cselekedve szenvedni, mint a gonosz cselekedve elküldni azt, amit a többiek csinálnak, vagy azt cselekedni. Ellenben Krisztus tartsátok szentnek a szívetekben. Milyen sok szent dolog van az ember életében, amelyek oda kerül a Krisztus helyére, amelyek imád. Mert mindaz, amit imádok tárgyává válik, az szent, az a szent az ember számára. Ha pedig valaki más tart szentnek és úrnak, mint Jézus Krisztus, akkor arra azt mondja az ige, hogy legyen áldott. Mi foglalja el a helyét Jézus Krisztusnak a mi szívünkben? A gondolkodásunkban vagy a viselkedésünkben, mi foglalja el a helyét? Kinek akarunk egyáltalán tetszeni? A világnak vagy Jézusnak? És hát, hogyha nem úgy cselekszünk, ahogy a világ elvárja őket, akkor gyalázkodásban lesz részünk. Azt írja, hogy legyetek könyörületesek, testvérszeretők és alázatosak. Énekeljük is az egyik énekünkben, szeretnék lenni, mint ő, alázatos és szerint. Igen, de csak szeretnék lenni. És miért nem lehetünk? Mert ha igazán önmagunkban nézünk, nem is igazán akarunk megalázkodni. Nem szeretjük, hogyha divatos szóval kockáznak a fejünk felett. Ha megszabják, hogy mi nekünk a jó, nem szeretjük. Akár legyen ez egyházi szinten, vagy esetleg társadalmi szinten, nem szeretjük. Szeretjük, hogyha mivel kivételeznek, pedig az alázatosság erénye, az Krisztusi erénye. És hogyha valóban mi akarjuk, hogy előbb-utóbb Krisztusi arculatú legyünk, akkor gyakorolni kell az alázatosságot. Még akkor is, hogyha ezzel hátrány szenvedünk, akár juttatásokban, vagy bárkár milyen dologban. Nem szabad beülni a csúfolódóknak a székébe. Nem szabad. Emlékszek vissza, még akkor Délapáthallal szolgáltam, aztán az akkori főnököm arra akart rávenni, hogy tanúskodjam a helyzetben, még akkor nem főnököm volt, csak kollégám volt, polgármester volt, hogy tanúskodja a főnök ellen, hogy hát ő a bálházóval csináltatja az egy dolgait, küldöget ide-oda, és takarítatja többé. És én azt mondtam, hogy ezt nem cselekszem, nem csinálom. Egyes, hogy nem is láttam, másik dolog, még azt még ha láttam volna, akkor sem látta réket. Ebből természetes, hogy hátrányom fogad. Úgyhogy el is kértem magam onnan, úgy kerültem én, Délapáthallal, mondani vélem. Mert kiutált engem, és minden megtett annak érdekében, hogy lehetetlenék egyet. De akkor is megérte, mert ő ugyan rosszat gondolt felőlem, úgy, hogy ezt József is mondotta testvéreinek, de Isten meg tetszett azt jóra fordítani. Sorolhatnám tovább, hogy milyen előnye lett annak, hogy én onnan elkerültem, mert én azt tartottam, és pontosan a szeménygyári borra. Tehát láthatjuk, hogy ő rosszat akar, de mégiscsak jót tett. Ez ilyen dolog, ha merünk ráhagyatkozni az isteni tanításra, amit ő tanít, akkor nem ér bennünket kárt,
De ha nem tenné is, de ha nem tenné is. Emlékezünk csak Dánielre. Akkor azt mondta, hogy mi akkor sem hajtunk kérdet az aranyálló képeljük, ha akkor a tüzes kemencébe vesz bennünket, vagy oroszlánok vermébe. Akkor sem hajtunk kérdet, mert akkor olyan hatalmas Istenünk van, hogy ki tudna, ki tud bennünket szabadítani. De ha nem tenné is, akkor sem hajtunk kérdet az aranyálló képeljük. Visszaemlékszek még a fiatalabb koromra, a 50-60-as évekre, amikor ugye kiürült a templomban. Miért ürültek ki? Hát azért, mert ugye akkor nem igazából sik kereszténynek lenni a templomban járni. Nem igen kapott Nobel-díjat még azért segítsen, hogy templomban jár. Egy Kossuth-díjat sem. Mert gyűlölték. Az ateista gyűlöli az Isten félelmet. És hát inkább megalkuttak, hogy kultúristákká váltak, mint hogy vállalták volna Isten népével való együtt nyomorgást, mint ahogy ezt tette Mózes is annak idején. Kultúristává váltak. Megalkuttak, és inkább nem kérett a templom. Nem kérett az igen. Meg is lett az eredménye. Két generáció felnőtt úgy, hogy nem merték a szülők még a mi atyámból sem megtanítani a gyermekekkel. Nemhogy a 10 parancsolatot, vagy a 10-ra járatták volna. De voltak bátrak is. Ne legyen hála azonnak, azért vannak bátrak harcokra is. Egyszer a idős otthonban tele voltak panasza, amikor ott dolgáltam a idősek. Jaj, tetszik tűnni, felneveltem 5-6 gyereket. Most akkor így kell végeznem, így kell tölteni időt napjaiban. És azt kérdeztem, hogy tessék már mondani, hogy mikor azok a gyerekek kicsik voltak, legalább megtanította velük a mi atyánkot és a 10 parancsolatot. Jaj, tetszik tudni, hát akkor nem lehetett. Jaj, tetszik tudni, én is abban a korban lőttem fel. De én is abban megmertett a mostanában. Ugye, ez ilyen dolog, aki merte vállalni, az ezzel járó megkurszoltatást is, az nem szégyenült meg soha. Pedig édesapámat is megfenyegették, ha nem iratkozik be a TSZ-be, akkor egyetlen gyereke se fog tovább tanulni. De nem tudták bevallani. Tehát láthatjuk, hogy aki Istenben bízik, az nem csavarkozik. Természetes dolog, hogy ez most nem azt jelenti, hogy most már térdet hagyjunk a bárhány előtt. Az aranyálló kép előtt. Mert hogyha valaki kimer állni az igazi mellett, az igazi pedig nem más, mint Jézus Krisztusnak a kereszt halálba. Ha kimer állni amellett, akkor ő is ki fog állni. Ha azt mondott az Úr Jézus, ha valaki szégyel engem megvallani az emberek előtt, én is szégyellenni fogom azt megvallani, hogy mennyi egyáltalán előtt. Hányan mondják majd, hogy Uram, Uram? Ő is ezt is mondta. Nem a te nevedben prédikáltunk, én ősztényben érdezünk, nem ismerlek titeket. Mert mindezt saját dicsőségére tettétek. És nem dicsőítették, aki mennyi atyátokat. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól. Jakab apostol ír a nyelv bűneiről, hogy nyelv milyen gonosz tud lenni. De ugyanazzal a nyelvvel dicsőíthetjük Istent, és átkozhatjuk, hogy milyen lehet. Ugyanazzal a nyelvvel. Tehát a nyelvnek is újjá kell születni az újjászületés által. Elsősorban legelőször is az újjászületéssel az jár, hogy megváltozik a gondolkodásunk. Másképpen gondolkozunk,
minden dologról, ami eddig kedves volt nekünk, ez már nem az lesz kedves, hanem az lesz kedves nekünk, ami az Úrnak is kedves. Az Úrnak is tetszésére van. Változzatok a ti elméjéteknek megváltozása által, ezt mondja az ige. És ha megváltozik a gondolkodásunk, akkor meg fog változni a beszédünk is. Aki eddig átkozódott, amelyik nyelv eddig átkozódott, az a nyelv ezután áldani fog. Azt mondja, igen, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkozódott. Áldjátok azokat. Az áldást fog mondani még akkor is, hogyha azért kinevetnek majd bennünket. Tehát a nyelvünk az nagyon veszélyes dolog, hiszen tüzet képes szítani egymás ellen. Milyen sok házasság ment már tönkre, azért, hogy egy összekarója az életünknek, akár a férfiról, vagy akár a nőnél, fegypárkodott, igaz? Milyen sok házasság ment már tönkre. Nem kellene ennek így lenni, de az istentelen világban ez a divat. Sőt, örülnek is neki, hogyha megtörténnek a bajok, akkor óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot, forduljanak gonosztól és cselekedjék jót. Jó cselekedni csak ki tud. Hát akinek a szívében ott van az, aki mindig csak jó tett. Mert emberi természetünk, az óember, az nem képes jó cselekedni. Nem képes jó cselekedni egyáltalán. Két természet van az emberben. Abban az emberben, aki már megtért újjászületett. Két ember van. Hát emlékül Liza nénitől hallottam ezt a dolgot, hogy két kutya van egy emberben. Egy fekete, meg egy fehér. Attól szint melyiket ötettük. Az lesz az erősebb. Hogyha feketét, akkor a gonosz fog győzni. Mert az a gonosz. Tehát a testünk az nincs megváltva. Az óember és az új ember együtt kell, hogy éljen, de nem közös háztartásban. Ezt hozzá. Örök ellentétben. Ez olyan dolog, mint ahogy a kísértés az ott van minden ember életében, kísértés. A hív ember életében is ott van a kísértés. Attól függ, engedünk-e neki, vagy ellenállunk. Egy jó példával annyira összeállja, azt hiszem Cseri Kálmán szolgálatában hallottam ezt, hogy azt nem tudjuk megtölteni, hogy mondjuk a gólya elszálljon a belünk felett. De azt, hogy fészket rakjon rajta, azt igen. Tehát el lehet űzni a kísértőt. Ellen lehet állni neki. De önmagunktól nem fog menni. Akármilyen erősnek is érezzük magunkat a hídben. Saját magunkból nem fog sikerülni. Elbukunk. De ha úgy cselekszünk, ahogy Péter cselekedett, akkor amikor süllyedt ott a tengeren, Uram, segíts! Csak két szó. És az Úr Jézus meghallja. Még akkor is, ha szendeleg a hajófenéket. Akkor is meghallja. Mert nem szunnyad és nem alszik Izraelnek őrizője, ez a megírva. Nem szunnyad és nem alszik. Csak tudnunk kell, és mernünk kell, segítségül hívni az Úr nevét. És a továbbiakban folytatja itt az apostol, mert az Úr szeme az igazokon van, és hűl a könyörgésükre figyel. Nem ezt mondtam az elején? A könyörgésükre figyel. Milyen hatalmas emlékező tehetsége van a mi Urunknak. Emlékszik rá. Mikor hívtuk utoljára segítségül az Úr nevét? Emlékszik rá.
Mert a Szentlélek, aki lakozást vesz, annak az embernek a szívében, aki átadja az ő életét az Úrjézus Krisztusnak, az ne tanít mindenre, ezt mondja az ige. Mielőtt az Úr Jézus emeltetett, akkor mondta a tanítványoknak, hogy én elmegyek, mert jobb nektek, hogy elmegyek, de elküldöm a vigasztalót, Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre, mindenre. Énekeljük is, igaz? Hívjuk, jövő a Szent Lélek Úristen. És azt, ha hívjuk, akkor jön. Mert a Szent Lelket nem lehet kiérdemelni. Nem lehet kiérdemelni, azt csak kérni lehet, és kapni. Ajándékban. Ajándékban. Azt mondja az Úr Jézus, hogy azért gonosz létetekre tudtok jó adományokat adni a ti gyermekeiteknek. Mennyivel inkább a Szent Lelket Isten azoknak, akik kérik tőle. Gonosz létünkre. Mert az embernek a szíve kezdetől fogva csak gonosz. Pál apostol, aki nagyon hűséges szolgája volt az Úr Jézusnak, ő maga mondja magáról, hogy egy nyomorult ember. Kicsoda szabadít meg engem a halálnak eme testéből. Akarom a jót cselekedni, és mégis a rosszat cselekszem. Igen. Most, hogyha rosszat cselekszem, mint hívő ember, akkor most már vége. Akkor most már elkárhoztam. Nem. Ezért olyan nagyon irgalmas, amilyen mennyi eltám. Ahogy a tékozó fiatja is irgalmas volt, pedig ő minden egy eltékozott. De aki igazán tud bűnbánatot gyakorolni, megszomorodik az ő szívében, és vágyakozik vissza az atyai házhoz, hűséges az mi atyánk, hogy visszafogad. Még akkor is, hogyha hosszabb időre eltávolodunk tőle. Hadd mondjam, hogy testvérek, én több mint 10 esztendeig jártam a világ útját, utána, hogy én megtértem. Több mint 10 évig voltam a világban. Milyen hosszú idő jön emberi mérték szerint. Isten mértéke szerint egy pillanat az. Mégis visszafogadott. Pedig annyi bűnt követtem el, hogy én azt mondtam ott annak a fiatal embernek, aki ott volt, hogy már Isten nekem nem bocsánat meg. És mégis megbocsátott. De igazán meg tudtam bánni és elhagyni mindazokat a dolgokat, amelyeket az előtt cselekedtem. Újjá kell születni. Elhagyni a gonoszt. Cselekedni a jót. De ha szenvedtek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésükről pedig ne ijedjetek el, semmire rettegjetek. A fenyegetésükről ne ijedjetek. Még erről beszéltem az elején, hogy fenyegették az embereket, és aki nem ijedt meg, az használt látta neki. Az használt látta annak, hogy nem ijedt meg tőlük. Ne féljetek azoktól, akik csak a testet ölik meg. A testet elvehet, megölhetnek. Pál apostol azt írja, hogy kívánkoznék elköltözni, mert az mindennél jobb lenne nékem, de miatt az, hogy itt kell maradnom egy kicsit. Én fejembe is megfordult már, amikor gyötörnek a kínok, akkor ugyan úgy szeretnék már ott lenni az atyánál. De azt mondta, hogy elég a sok álkodának. Neked még így kell lenned. Még tervem van veled. Még hány dédunokáról, amelyik még nem tért meg. Meg kell ismertetni velük.
az én nevemen. És itt a következő mondat az, amelyik tulajdonképpen a textusnak a tárgya. Ellenben Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki ezt számolást kért tőletek, a bennetek élő reménységtől. Mindenkor készek legyetek számot adni. Ha látják a világ fiaik, hogy mi mások vagyunk. Mi nem gyűlöljük az ellenségünket sem, hanem inkább beszélünk nekik is Jézusról, megtérésről, az üdvösségről. Akkor a gonosz jóval kell meggyőzni. Mert csak úgy lehet. Ha szidalmaznak vissza, nem szidalmazunk. Ha átkoznak, nem átkozódunk vissza. Ha kárt tesznek nekünk, nem teszünk vissza kárt. Újra. Nem az a közmondás áll, hogy amilyen a mozduljon a közül közé. Hanem az, amit az Úr Jézus cselekedett. Ő elénk tartja a példát, hogy hogyan kell viselkedni magunkat a világban. A világban, olyan viseljük magunkat. Ő is szidalmaztatva, vissza nem szidalmazott. Még akkor sem átkozta őket, mikor a szögeket verték a kezébe. Akkor is imádkozott érdekes. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. És ennek az imádságnak, kedves testvérek, az lett az eredménye, hogy ketten is megtértek ott a keresztre. Vagy kereszt alatt a keresztre. Megtért a rakor, és megtért a százados is. Mert látja, hogy nem szidalmaz őket, és nem mentegeződik, hogy de én ártatlan vagyok. Hanem rábízta magát az igazságosan ítélőre. Mert mindenki, aki bántja az övéit, az majd számozás elé kerül. Hagyjunk el Istenre az ítélkezést. Istenre kell hagynunk. Ne ítélkezzünk mások felett. Mert Isten még afelől is jó reménységgel van, aki szidalmaz bennünket. Azért mondja, hogy mindenkinek legyetek készen számot adni a bennetek levő jó reménység felől. Mi az a jó reménység? Hát az üdvösség. Arról el kell mondani az embereknek, hogy nekem már van üdvösségem, szeretnének üdvözölni. Mert csak egy út vezet. Hogy én nekik egy út vezet, csak égbe az Golgotán számít. Ezt el kell mondani, alkalmas és alkalmatlan időben, akivel csak beszélgetünk. A legjobb alkalmak nekem mindig a kórházi ágyon való, kórházi szobában való bizonyítani. Amikor ott oda visz az Úr kórházi ágyba, mert valaki ott van, akinek beszélni kell az Úr Jézusról. Igen. Meg kell ragadni, az alkalmatosságot áron is megvegyétek. Erről ezt mondja az igen. Sokan azt arra magyarázzák, hogy hát az igen hallgatásnak az alkalmát kell áron is megvenni. Nem. A bizonyságtételt is kell alkalmat áron megvenni. Keresni az alkalmat arra, hogy ki, ugyan, kinek beszélhetek Jézusról. Azért, hogy megmentsük őket. Mert őrállóként állított bennünket Isten a világ fiai felé, őrállóként. Ennyit bízottam, indulom most ezen a délutánon, ebből az igéből. Adja meg az Úr, hogy senki sem menjen haza, éhesen vagy szomjasan, mert az élet idéből és az élet kenyeréből mindenki meríthetett, hiszen az Isten igéje. És én amit mondtam, az idézetek, hogy az mind az Isten igéje. Megmaradjon a mi szívünkben.
Ne engedjük, hogy a sátán kilopkodja belőle, mint a madarak az útfére hullott magunk. Vigyük magunkkal, forgassuk a szívünkbe, úgy, hogy a szettelnek idején, már én is. Az angyali üdvözletet a szívébe forgatta. Figyeljünk a tanításra, és akkor nem él majd panasz bennünket ott, amikor meg kell állnunk az Úr Jézus előtt. Amen. Imádkozzunk. Hálottál szívvel dicsérünk és magasztalunk téged, mennyi édes atyánk, felséges Istenünk. Köszönjük te néked a tanítást, köszönjük te néked a Szentírást, mert mindig adott mindámenek, melyet szádból kijöttenek. Köszönöm te néked, hogy alkalmat és lehetőségüket kínálsz mindenkor, ami számunkra. Bocsáss meg, hogyha haszontalan és reszolgák vagyunk, és nem kamatoztatjuk a ráján vízöttöket, a halottakat nem adjuk tovább, uram, könyörülj meg rajtunk. Könyörgök te hozzád közelben és távolban élő szeretteinkért. Munkáld az ő szívükbe is a megtérés, különösképpen azokéig, akik még nem a tiéd. Könyörgök te hozzád a szomszédainkért, munkatársainkért. Adj lehetőséget és alkalmat arra, hogy bizonyságot tudjunk tenni nekik, ne rólad. És könyörgök te hozzád, mennyi édesetem egyházadért, te adj megújulást az egyházban, adj ébredést. Adj egy reformációt. Nyisd meg, Uram, a papoknak és a főkapoknak az elméjét és a szívét, hogy belássák, hogy te gyűlölöd a bálványokat, Uram. A bűnös lesz szerepel. Adjunk Luther Márkonokat, Uram. Köszönöm te néked, mennyi édesatyám. Egyik rajtam a gyülekezet közösségébe. Könyörgök te hozzád, mennyi édesatyám, gyülekezetünk lelki pásztoráért. Különösképpen könyörgök az ő testvéréért. Gyógyít az ő betegségét, egyik fájdalmait, Uram. Légy érgalmas hozzá, drága megváltó. Így könyörgök a beteg testvéreinkért is. Gyógyítsad az ő betegségüket és erősítsed őket hitükben, hogy együtt kell nekodatkozzék. Könyörgök az árvákért, az özvegyekért, különösképpen azokért, akiket gyászsal látogattál meg, Uram. Végasztald az ő szívüket is. Nem így a haszontal, amíg azt tanul tudunk lenni. Könyörgök te hozzá sokat szenvedett kicsit magyar népünk ilyen. Határonkon belül és kívül egyaránt. Adj békességet közöttünk, Uram, hiszen te látod, hogy még a magyarok között is viszálykodás folyik, pártoskodnak egymással, Uram, bocsáss meg nekik, nem tudnak közös nevezőre jutni. Könyörgök te hozzád népünk vezetőjét. Munkáld az ő szívükbe is a megtérést, és valóban ne csak szóban, hanem tettben is cselekedjék azt, amit az ige tanácsol az ő számukra. Minden döntésük előtt kérjék ki a te véleményedet, Uram, mert te vagy az igazi tanácsadó. Te légy velünk az elkövetkező hét napjaiban is, tehát kezeid munkáját teted maradandóvá, és te őrizd bennünket a balesettől, és könyörülj meg rajtunk, könyörülj te hozzád azokért, akik úton vannak, te őrizd őket is. Hallgass meg minket. A názáreti Jézus nevében így tanított imádkozni. Mi atyánk, én mennyekben vagy, szenteltetés meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltő szervesést az örökozás előtt behelyezem az apostoli intékét. Jobb adni, mint kapni. Mindezeknek utána fogadjátok az áldást. Mindenért hálát adjatok.
kéréseiteket mindenkor háladással tárgyátok az Úr elé, és az Istennek békessége, mert minden értelme felülhaló, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Szent tiszteletünk végezi a énekeljük a 200. dicséretünket. Házamba is jöjjél velem, te templomoddá, Istenem.